Szlovénia megnyitotta nemzetközi repülőterét május 12-től. A kormány határozata értelmében a ljubljanai repülőtér Európai Uniós és harmadik országbeli utasokat is fogadhat. A mostani döntés nem érinti a helyi repülőtereket. Ezekre nem érkezhetnek külföldről utasszállítók. Egészen június 12-éig. Továbbra is érvényes az a rendelkezés, amely szerint a szlovén határon átlépőknek 7 napra önkéntes karanténba kell vonulniuk. Ezt a szabályt várhatóan május végén, amikor a reményeink szerint a légiforgalom újra beindul, felülvizsgáljuk, mondta a ljubljanai nemzetközi repülőtér szóvivője Brigitta Zorec. Már Európa több országában megindult a légi közlekedés. A párizsi Charles de Gaulle repülőtéren mindenki számára kötelező a szájat és az orrot fedő maszk viselése. A francia légitársaság járataira felszálló utasoknak a hőmérsékletét is ellenőrzik. Ezt az Air France vezette be kiegészítő biztonsági intézkedésként. Londonban tanulok, Kínába megyek, most az átszállásra várok. Eléggé biztonságban érzem magam, mindenki maszkot visel, szerintem így biztonságos, mondta egy kínai diák. Az emberek maszkot viselnek, betartják a szabályokat, amiket a hangos bemondó ismétel újra meg újra. Az utasok elővigyázatosak, távolságot tartanak egymástól, mondta egy francia férfi. A repülőtéren kötelező maszkviselés és a további biztonsági intézkedésként bevezetett testhőmérséklet ellenőrzés a legtöbb utas számára megnyugtató eredményt hozott.